tők. Nemrégiben egészen különleges kiállítás megnyitó aktív részese lehetett a soproni Ráth Márton. A fiatal festő egy budapesti luxus parfümériában mutathatta be képeit. Azt a felkérést kapta, hogy egy kiválasztott parfümhöz készítsen egy festményt, amely színeivel, hangulatában megragadja az adott pillanatot. Aztán a kész alkotást látva a közönség megtippelhette, hogy melyik parfümről készült a kép. A kísérlet, vagyis mű és parfüm összekapcsolása jól sikerült. A múzeumban dolgozó, egyelőre csak szabad idejében festő fiatal folytatná ezt az utat, amely egyedülálló még hazánkban. Kloiber Alexandra beszélgetett Ráth Mártonnal. A parfüm, illetve az illatok ugye közvetlen hatnak az agyra, amik azonnal előhívnak emlékeket, érzéseket, jelen esetben színeket, illetve formákat, és minek után én évek óta parfüm rajongó vagyok, ezért azt vettem észre, hogy festés előtt mindig a kezemre fújok parfümöt, és ez már ad egyfajta hangulatot, érzést, és ezt a kettőt úgy gondoltam, hogy úgy lenne jó összekapcsolni, hogyha kiállítás is szerepet kapna mindebben, innen jött ez a szoros kapcsolat. Amikor megkapta ezt a felkérést, hogy egy parfümériába vigye el a műveit, akkor ezt hogy fogadta, hiszen nem nagyon van ennek előzménye, gyakorlata. Pont ezért örültem neki, mert hogy erről még én magam sem hallottam. Készült erre külön technikákkal otthon, vagy próbálkozott a megnyitón, interaktív módon kellett ugye egy parfümöt gyakorlatilag megfestenie. Parfüméria által árusított 5 parfümből kiválasztott én egyet, amit a helyszínen megfestettem. Ez egy nagyon finom fás illat volt, füstölőkkel, gyantákkal, és az üvege pedig egy nagyon szép piros üveg. Nyilván ez is befolyás volt abban, hogy milyen színeket és témát választottam. Ez egy kék hátterű téma lett. Jól emlékszem? Igen, egy ilyen északi sarkkör fényekkel, vöröses tenger arancsillogással, itt tudnám jellemezni. Egyébként a jelenlévők nagyon jól tippeltek, hiszen kitalálták, hogy melyik illatot festem éppen. Fogja ezt a vonalat tovább vinni, hogy parfümöket, illatokat fog a festményeihez kapcsolni? Ezen fog még dolgozni? Szerintem mindenképpen megéri ezen dolgozni, hiszen ez egy újszerű dolog, és nekem is nagyon jó tanulási folyamat. Jobban megismerem magam, a képeimet, új ötleteket tudok magamból kicsalni ezáltal. Az illatok folyamatosan hatással vannak rám. Az az expresszionista stílus, amiben most próbálja magát kibontakozni, talán a legjobban kapcsolható ezekhez az illatokhoz. Igen, a képeim az impressionizmus és expressionizmus mesdjéjén haladnak. Eddigi festményemet leginkább ecsettel festettem, és mostanában már szerepet kapott a festőkés is, amivel alapból egy textúrát tudok adni a képeknek. Nagyon érdekesen tudom rétegezni a színeket és a formákat, de a legelső momentum, amikor a képet elkezdem, az egy gesso nevű anyag, amivel textúrát adok a képnek először, ami megkeményedik, és ráfestem az olajfestéket, és amikor ráesik a fény, háromdimenziós hatást kelt. Trendidők.